A Pannon Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank közös költészetnapi programot tartott a B épület konferencia termében. Hazánkban 1964 óta József Attila születésnapján ünnepeljük a költészetet. A mostani rendezvényen mégis inkább egy másik költő, Tóth Árpád került előtérbe, aki 125 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot. Először a rendezvény házigazdája, dr. Mihalovics Árpád köszöntötte a megjelenteket. A megszólalók közül többen is idéztek a költő verseiből, a rektor helyettes úr például a Meddőórán címűt szavalta el. A költő tiszteletére a Nemzeti Bank 5000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsátott ki. A tervező Csikai Márta szobrászművész volt, aki beszédében elmondta, hogy az emlékpénz előoldalán az Árnyból szőtt lélek című versből emelt ki egy idézetet, a hátoldalon pedig Tóth Árpád portréját formázta meg. Király Júlia, az MNB alelnöke pedig elmondta, örömére szolgál, hogy ebben a költészetet szerető városban történhetett meg az érme kibocsátása. Beszélt arról is, hogy a Nemzeti Bank feladata többek között nem csak a pénzforgalom zavartalan lebonyolítása, hanem a kulturális értékek őrzése is. Majd az alelnök asszony ajándék érmét adott át a művésznőnek, a rendezvényházi gazdájának, illetve az est szervezőjének, Felföldi Gábornak. A rendezvényt irodalmi műsorok zárták.